Megyénkben 33 km út újul meg. A szakmákat népszerűsítették pénteken éjszaka. Van megoldás a lelki problémákra. Jó estét kívánok! A Magyar Közút Nonprofit ZRT Heves megyében több mint 33 km hosszan, több mint 3 milliárd forint hazai forrásból indít el útfelújítást. Ez Kerekharasztot, Hatvant és Hortot is érinti. Innen a Pest megye táblától egészen a Mátra lábáig tart majd a felújítás. A hármas számú főút több mint 25 kilométeres szakasza újul meg. A beruházás így több települést is közvetlenül érint. Kerekharaszton indul 60-on és Horton keresztül tart majd Gyöngyösig. Mindemellett a 21-es számú főút mintegy 755 méteres szakasza kap új aszfaltburkolatot, a 3-as és 21-es számú főútak csomópontja és a hipermarketnél lévő körforgalom között. Velkei Lilla, a Magyar Közút ZRT kommunikációs osztályvezetője elmondta, a felújítás során egy réteg aszfaltburkolatot építenek ki. Az út csatlakozókat, kapubejárókat, megállóhelyeket és a kapcsolódó felületeket átépítik és szintre emelik. Továbbá kitisztítják a meglévő árkokat, átereszeket. A beavatkozás során a forgalom biztonság növelése érdekében különös figyelmet fordítanak az útszakaszon található forgalom technikai elemek és berendezések fejlesztésére. Kicserélik és felújítják a forgalomszámláló berendezéseket, tartós útburkolati jelek kerülnek felfestésre, új kreszttáblákat helyeznek ki a felújításra kerülő útszakaszon. Festők, autószerelők, informatikusok, csak páran azok közül, akik bemutatkoztak az első alkalommal megrendezett szakmák éjszakáján. Az EGRI Szakképzési Centrum Damjanich János szakközépiskolájában, szakiskolájában és kollégiumában az általános iskolás diákok kipróbálhatták, mivel foglalkoznak egy-egy szakmán belül. Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg. Ezzel a jelmondattal rendezték meg a szakmák éjszakáját az EGRI Szakképzési Centrum Damjanich János szakközépiskolájában, szakiskolájában és kollégiumában. Az általános iskolás diákok az iskolát végigjárva megismerkedhettek a különböző szakmákkal. Kipróbálhatták, mihez van tehetségük. Románné Kolosi Mónika, az intézmény igazgatója azt mondja, szívesen csatlakoztak az országos kezdeményezéshez. Ez az első ilyen rendezvény, amit a Nemzeti Szakképzésért Felelős Hivatal hirdetett meg országos szinten, és ebbe az EGRI Szakképzési Centrum minden iskolája csatlakozott, így a ESC Damjanich János szakközépiskolai szakiskolája és kollégiuma is. Az általános iskolások kipróbálhatták a szakmákat, a fiatalok új dolgokkal ismerkedhettek meg. Láttam tájboxot ott a másik teremben, burkolást ott, festést. Csányi Flórának a csempevágás tetszett a legjobban, kipróbálhatta az egész folyamatot. Ugye meg kellett egy kicsit az elejét karistolni a csempének, és utána magad felé kellett húzni, majd át kellett fordítani, és egy kicsit meg kell tüdögetni, hogy törjön a csempe. Német Virág és Benes Viktória vendéglátó eladónak tanulnak a disziben. Azt mondják, ők mindenkinek tiszta szívből tudják ajánlani a szakjukat. Azért jó a szakma, mert nagyon sok mindent meg lehet itt tanulni, például a szalvétahajtogatást, szendvics készítést, hidegtálakat, meg úgy mindent. Mindenből egy keveset adnak, és hát mi szeretjük ezt csinálni. Főzésből is veszünk pár dolgot, és azt is meg tudják tanulni. Pár ételt megfőzni például, vagy szendvicseket csinálni, hidegtálakat. Az iskola udvarán az autószerelők is bemutatkoztak. Horváth Riárd polgármester is kiállította autóját, hogy azzal is szemléltesse, milyen sok mindenre hasznosítható egy jó szakma. Ő maga fiatal korában autógépésztechnikusnak tanult, majd a mérnöki szakot is elvégezte. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy minden fórumon népszerűsítsék a szakmák fontosságát. Az, hogy ki milyen szakmát választ, abban sokféle gondolat és sokféle érzés közre játszhat, és egy ilyen este ez mindenképpen népszerűsítheti akár az iskolát, és az akár az itt tanulható szakmákat is, és talán egy kicsit a döntést is meg tudja könnyíteni. 13 állomáson mehettek végig a diákok a szakmák éjszakáján. Mindegyiknél kaptak egy cédulát, amiből ha 12-t összegyűjtöttek, a búcsúzáskor ajándékot kaptak.
Első alkalommal rendezték meg a Válaszd az életet elnevezésű konferenciát a Grassalkovics Művelődési Házban. Az esemény célja, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az emberek érzelmi és mentális problémák esetén merjenek segítséget kérni. Továbbképzés jellegű oktatást szerveztek a Grassalkovics Művelődési Házban. A Válaszd az életet elnevezésű programsorozat 2014-ben indult, azóta pedig számos szakmai munkacsoport alakult, és kortárs oktatást is bonyolítottak már. A sorozat célja, hogy csökkentsék az öngyilkosságok számát Magyarországon. 1983 és 86 között sajnos a világ elsők voltunk az öngyilkossági halálozásban. Ez az arány, illetve az öngyilkosságok abszolút száma azóta felére csökkent, de még így is Európában a második legrosszabb helyen vagyunk, Litvánia után, és ezért mindenképpen érdemes foglalkozni ezzel a problémával és ennek az összetevőivel. A program tudatosítani szeretné az emberekben, mindig van segítség. Székely András, a lelki első segélyszolgálat elnöke azt mondja, bármilyen érzelmi és mentális problémával kereshetik a telefonos ügyfélszolgálatot, amely anonim módon nyújt támogatást. Tehát nem csak az egészen súlyos krízis az, amikor segíteni tudunk, hanem gyakorlatilag ez egy preventív tevékenység, tehát segítünk abban, hogy ezek az igazán súlyos krízisek ne alakuljanak ki. Párkapcsolati problémák esetén is érdemes fölkeresni minket. Ne várjon tőlünk senki konkrét tanácsot, hogy mit tegyen, de mindenkinek segítünk abban, hogy megtalálja a saját erőforrásait, megtalálja azt, hogy mi az, ami az ő életében a leginkább megfelelő. A nap folyamán több előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Többek között szó volt a depresszióról, mint a 21. század népegészségügyi kihívásáról, illetve annak kezeléséről is. A 60-i portrék vendége Simon Attiláni, a Napsugár óvoda vezetője lesz szerdán 18 órakor a 60-i galériában. Holnap kevés lesz a felhő, több órás napsütésre számíthatunk, az északnyugati szél megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök a híradót látták, most a színpad következik. További jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!